betakarításhoz kapcsolódóan a gabonahelyzetkép teljesítétele érdekében indokolt arról szólni, hogy elvégeztük a kukorica termésbecslését. Legfrissebb adataink a múlt hét végéről származnak. Ez a civil szervezetekkel, elsősorban a Gabona Szövetséggel egyeztetetten a mostani helyzetben a 1 millió hektár körüli kukorica betakarításával számolunk, ami durván azt jelenti, hogy közel 200 ezer hektárt le akarnak silózni, illetve már jó észre is silóztak a gazdálkodók, és 4 tonna körüli, vagy most már egy picit annál kevesebb termés átlagot várnak. Tehát az előbb említettekhez azt kell hozzávenni még, hogy durván egy 3,8-4 millió tonna körüli kukorica termés átlagban lehet számolni, ami épp elégséges arra, hogy a takarmány szükségletet kielégítsük. A következményekről és az árakról még a későbbiekben röviden szólok. Azt gondolom, hogy az idei év néhány dologra felhívja a figyelmet. Ez elsősorban az öntözés kérdése, mert a magyar kertészeti kultúrák, úgy zöldség, mint gyümölcs kultúrák európai összehasonlításban rendkívül gyengén öntözöttek, a öntözésre gyengén ellátottak. Felhívja a figyelmet arra a fagyvédelmi öntözés technikai berendezéseknek a kiépítésére, amelyre eddig még nem volt szükség. De hát az sem egy, hogy a magyar kormány mindenért adjon többet, mindenkinek adjon többet, egyébként meg ne kelljen adót fizetni, nem akarok jópofáskodni, és egyébként meg legyen ingyen a sör. Nagyon többet is tudnék mondani. Nagyon egyetértek én a reális zöldek most kezünkbe adott felszólító vagy figyelemfelhívó levelével. Igen, többen is említették Magyarországon a vízgazdálkodást, a vízvisszatartást. Azon az úton kell gyorsítani, amit elkezdett a kormány, a vásárhelyi terv továbbfejlesztése, a Dunatisza közi homokhátság víz problémájának a megoldása. Akár odáig el lehet menni hosszú távon, hogy vízlépcső, építés és így tovább. És nagyon egyetértek azzal, amit Lévai Ferenc úr, a haltenyésztők társelnöke mondott el. Igen, el kell gondolkodni azon, hogy Magyarországon főleg az intervenció megszüntetése és a bioetanol gyártás bevezetése után valamiféle belső intervenciós alapot kell létrehozni, de közösen, uraim, közösen, kormány, termelők együttesen annak érdekében, hogy ne szabaduljanak el az árak. Köszönöm a szót, elnök úr! Nagy élvezettel hallgattam a mai bizottsági ülést, és azt gondolom, hogy azt nyugodtan megállapíthatjuk így az ülés vége felé, hogy magában a helyzetértékelésben sokféle közös szempont jelent meg. Olyan közös szempontok, amelyek meggyőződésem szerint az előrelépésnek is a lehetőségeit magába rejtik. Keveset az egész helyzetértékeléshez képest túlságosan keveset lehetett hallani a megoldási javaslatokból, és ez különösen igaz volt a kormány kezdeti előterjesztésénél. A képviselők részéről annál többet. Néhány igazán jó és megszívlelendő javaslatot is. Ami miatt én ezt a 3 órát végigültem, annak 2 nagyon konkrét célja volt. Az első dolog az volt, hogy vajon ez a mai bizottsági ülés, amely egyértelműen egy nagyon súlyos helyzetnek a feloldására és megoldására próbál megoldásokat találni, milyen körben fogja keresni azokat, akiket ez a súlyos asszályhelyzet közvetlenül érint. Csak egy gazda körön belül, egy gazdálkodó körön belül, vagy szóba fog kerülni az a több százezer, egyébként valami súlyos eufémisztikus elképzelés alapján őstermelőnek nevezett réteg is, amely pedig a maga 20-30 ezer forintos nyugdíja mellett olyan kiegészítő tevékenységet folytat, ami a jövőjére nézve nem azt jelenti, hogy talpon marad-e, hanem hogy éle. És ezzel sajnálatos módon azt kell mondanom ma itt a bizottsági ülésen, nem igen foglalkozott senki. Talán egyedül Karsai képviselőtársunk tett néhány utalást e tekintetben. Hozzá kell tennem, hogy ez olyan kérdés, amely meggyőződésem szerint ennek a bizottságnak egyik nagyon fontos feladata. Ha ezt ugyanis egyértelműen úgy kell érteni, hogy az elkövetkezendő időben ez a társadalmi réteg leírásra került, akkor ezt valakinek egyszer ki kell tudnia mondani, és azt is, hogy mit ajánl helyette. De ha nincs ajánlat,
amely ajánlat megoldaná ezeknek az embereknek a jövőjét és a jövőbeni helyzetét, akkor valóban bármit mond az egyik oldal és bármit mond a másik oldal, egyfajta nagy gazdálkodás irányába fog eltolódni az egész mezőgazdasági tevékenység. Már most pedig az alapvető különbség, azt gondolom, a két oldal között ebben van. Én ma nem tartom ezt a bizottsággyűlést természetszerűleg arra alkalmasnak, hogy erről hosszabban beszéljünk. A másik, ami miatt én ma itt örömmel ültem itt végig, és volt is éppen Herbály alelnök úr részéről erre vonatkozóan megjegyzés, ez a vásárhelyi terv kérdése. Én nem értek azzal egyet, hogy a vásárhelyi terv valamiféle olyasmi lenne, ami most meghalt és vége van. A vásárhelyi terv fölött egyszerűen eljárt az idő, és egészen egyszerűen ennek a teljes átdolgozása szükséges, de szükséges. Mert valamilyen vízgazdálkodás, amelyben benne lehet a jásság problémája is, de amely vízgazdálkodás egyébként alapvetően mégiscsak a meglévő vízmennyiség felhasználására, és annak a célszerű és hasznos felhasználására kell, hogy irányuljon, ez ennek a bizottságnak is egy fontos feladata. Ha vannak kétségeim, az alelnök úr megszólalása alapján az éppen abból adódik, hogy én már májusban benyújtottam ennek a teljes fölülvizsgálatára vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot, amelyet villámgyorsan le is söpörtek az asztalról, most benyújtottam még egyszer, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a fogadtatása. A magam részéről ugyanis úgy gondolom, hogy az egyértelmű és világos helyzet ebben az országban, hogy a mezőgazdaság jövője nagyon nagy mértékben függ a vízgazdálkodástól. És e tekintetben alvízi országként, erre egyébként elnök úr is utalt, rendkívül szerencsés helyzetben is lehetünk. Csak ettől kezdődően már a vízgazdálkodásnak nem az árvíz elhárításra kell kizárólag koncentrálnia, sőt elsősorban nem, hanem a víz visszatartásra, a víz megtartásra és annak a mezőgazdaságon belüli hasznosítására. Ha erről szól a következő terv, akkor azt kell mondanom, hogy rúgja macska, hogy nem lett semmi a vásárhelyi tervből, mert nem lett. Éveken keresztüli ígérgetéseken túlmenőleg, éveken keresztül történt ámításokon keresztül nem jutottunk sehova. Akkor most itt az a pillanat, és azt gondolom, hogy ha van valami előremutató ebben az egész súlyos helyzetben, akkor ebben kell, hogy megnyilvánuljon, mert itt van az a pillanat, amikor ezen lehet változtatni. Ehhez viszont kétségtelenül teljes és mindkét oldalról lévő egyetértés és támogatás szükséges. Köszönöm szépen!